Minden lakónak a városrészben beszél, akár nagy fejlesztésről beszélünk, akár kicsiről, mindig az a legfontosabb, ami neki a szeme előtt, ami az ő lábai előtt, ami az ő lépcsőház előtt zajlik. És ugye ez egy kisebb nagyságrendű fejlesztés, amin állunk, de nagyon fontos az itt lakóknak, ez a városrész legforgalmasabb járdája. 7 millió forintba került a felújítása, több mint 3000 fiatal középiskolás és általános iskolás jár Marcaváros 2-re tanulni az Aranya, Klúdi és az Apor iskolákba, és azok nagy része itt száll le mögöttem a buszmegállón, és ezt a járdát használja, amely ez egy ilyen töredezett betonlapokból álló járda volt, és ez most megújult a közútkezelőnek a segítsége, amit nagyon köszönök, és mostantól kezdve komfortos lett, és leginkább balesetmentes, és főleg a akadálymentesített, ahogy hallottam. Kifut a járda egészen a kereszteződésétől a lámpáig. Körülbelül ilyen 240 négyzetméternyi területen újult meg ez a járda, és valóban, ahogy a képviselő az előtte mondta, Marcaváros 2 egyik legforgalmasabb járdájáról van szó. Közel van különböző üzletek, középiskolákhoz vezető útvonalról van szó, közel a csomópont. Itt egy-egy buszról sokszor 120 diák száll le egy időben, tanítási időszakban, és ezt a járda felületet használják.